Kolozsvár Sportegyesület, Kolozsvár Tekes Sportegyesület maratont rendez mostan a hétvégén. Ez lesz az első maratonunk, amit rendezünk. Az idén még rendeztünk két versenyt, volt egy téli futamunk, amin akartuk látni, hogy a ténylegesen az emberek szeretnek biciklizni télen is. Utána rögtön volt az első versenyünk, hogy mondjuk úgy a bajnokságból, amit megrendeztünk a Fólyába, ahol 416 résztvevőpont, ez egy rekord nekünk. Jól visszaemlékszünk a tavalyunkra, elindítottuk az egész versenyt, 128 személy jött el az első versenyünkre, úgyhogy a növekedés az tiszta, és jó úton haladunk. Na mostan a maratonról annyit tudok mondani, hogy ez április 29-én lesz, 11 órai kezdettel. Iratkozni lehet a Kolozsvár Teker honlapján, kolozsvarpedaleze.com. Egészen szombaton estig lehet iratkozni online, utána már csak a helyszínen, de akkor már 70 lej, az iratkozás most 50 lej. Van két távunk, van egy 70 kilométeres, ami már mondjuk profi szinten kell űzni a biciklizést, és kell legyen az embernek egy kis kondíciója, meg praxis a biciklizésbe. De ott van a 30 kilométeres táv, amit úgy alakítottunk ki, hogy bárki, aki biciklizni szeret, végig tud menni a pályán, gyönyörű helyeken megy végig. Én szerintem az egyik legszebb helyeken, amit Kolozsvár környékén egy 20-30 kilométeres körzetbe lehet írni. Erről szeretnék annyit mondani, hogy a Kerekkövetnél megy végig a Bükkerdőn keresztül, onnan kimegy a Kismagurára, átmegy Szelicsen keresztül a Medvedombra, onnan be lehet látni Szászfenes, Szent László Magyar Fenes, és a Tótfalui Dombon keresztül a Liánvár mellett halad el. Utána felmászik a Borbó Dombjára, és onnan beereszkedik a Szászfenesi Pólucenter parkolójához. Parkolójában, igen. Most